Szervusztok, ez itt az Enyhe Kata, az is én Szatmári Robert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégen Falusi Marian, akit legtöbben talán a padodőből ismernek, viszont szerintem az egyik legcool a magyar jazz énekesnőszep. Cool. Hát cool nem, nem, nem vagy cool? Te biztos. <laughs> Igen. Abszolút. Aki most egy kicsi kajakómás, de hamarosan ki fog belőle jönni, rétes előtt, ugye? Most... Igen. Kaja után rétes előtt, hát ilyen ez. És ö, miért mész most rétest venni? Azért megyek rétest venni, mert minden hónapban egyszer a Györgyi lakásában összejövünk így a barátok, közeli és távolabb ismerősök, és veszek egy halom rétest, csináltam egy közvéleménykutatást, hogy ki mit szeretne, ki miért, úgyhogy már félretettem hat mákos rétest a rétesezőben, és hát a többit még mellé válogatom. Mindig más a tematika. A múltkor teát csináltam, mert éppen egy utazás után voltam, és valami erőteljes teát hoztam össze, sokan nem tudták meginni, és hát a legközelebbi, meg nem tudom, mi lesz majd valami. Azt hiszem, a legközelebbi az kertrendezés lesz, mert hogy itt a tavasz, és hogy imádta a kaktuszokat, és tele van az előkert kaktusszal, és összejövünk, is, majd egy kicsit ott kigyomlál. Álljuk, meg minden. Szóval teljesen mindegy, hogy mit csinálunk, de meg hogy hogy hívjuk, de én szeretem, hogyha így a hagyományok működnek, és havonta egyszer összehívom a társaságot, minimum. Aztán azon kívül persze még sokszor találkozunk mindig, hogyha bármilyen tennivaló van, vagy, vagy ha csak úgy beszélgetünk egyéb ügyben, meg kártyázunk, meg mit tudom én, de, de a barátkozásnak ez egy nagyon fontos alapja, hogy mindig legyenek ilyen, ilyen kapcsolódási pontok időhöz kötve. Mondtad, hogy nem, nem itták meg a teját, lehet, hogy valaki alkoholra vár ilyenkor? Jelleg, nem. igen, van olyan, amikor alkoholra vár és meg is kapja, tehát ez, 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 mindig más a tematikája ennek a dolognak, de, de akkor a tea volt kitalálva, hogy majd most az lesz a, a karizmás fogyasztani való, aztán mindenki ívott belőle egy-két kortyot, és elájultak, mert egy rohadt erős gyömbér. gyömbér egy kiló Hú, gyömbér, Hosszasan, meg, meg, borsot, meg minden egyéb ilyen fahéj, ilyen fűszereket. Jó volt. Ez a közösség, amit, amit, próbálsz, vagy próbáltok összetartani, ami ugye jellemző volt a paddő, évei alatt az most is megvan? Tehát, tehát megmaradt ez a mag, akikkel így a a halála után így, így össze szoktatok járni? Györgyi halála előtt is összejártunk már nagyon sokáig, meg hát együtt dolgoztunk. És nálunk ez egy ilyen hagyomány, tehát van olyan, volt olyan, amikor 38-an mentünk nyaralni, csatlakoztak hozzá. Az elején csak úgy mentünk, hogy táncosok, zenészek, aztán utána csatlakoztak a családtagok, és hát most már egyre többen vagyunk. Az egész padödőre végig jellemző volt az, hogy egy ilyen nagy közösségi lét volt, és hát ez, ez megmaradt, ez nem múlik el, ennek a barátság az alapja, és azt hiszem, hogy a mostani korban ez az egyik legfontosabb dolog, az a fajta a barátság, ahol szemtől szembe beszélgetünk egymással, ahol ott a másik ember, és nem csak egy ilyen virtuális like őrület van, hogy ráírok azért, hogy születésnapja van, mert figyelmeztetett engem a, a számítógép. Ne azért! Én, én szeretem ezeket az élő dolgokat, ki nem állhatom, amikor a kedves házastársam nagyon boldog születésnapot és házassági évfordulót kivágták, mondja neki meg reggel az ágyban, tehát, hogy miért kell azt kiírni, és hogy miért kell ezzel látványoskodni, ez nem az én valóm. Én már boomer vagyok, tehát. De, de ezen felül is azért sokkal többet és, és jobban tudjuk egymást úgy szeretni, hogyha találkozunk időről időre. A padödő. A padödő zenekarban, kettőtökben, de elsősorban a zenekarban volt valaha valami lázadás jellegű dolog? Hogy érted? Hogy mi, Ú, úgy, úgy értem, hogy elvileg el, 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 el egy úgy... popzenét zenét Igen, egy szórakoztató zenét, Igen. egy, egy europop alapú valamit, ami végig meg is maradt. Igen. Sokan azt mondják, hogy ez egy ilyen tinglingtangli valami, viszont viszont a padödő az mindig ott volt, és körülöttetek mindig olyan emberek voltak, olyan, olyan művész emberek, akiket hát minimum komoly értéket képviseltek. Tehát én azt gondolom, no. a padödőben mindig volt valamilyen kikocsintás jelleg, nem? Így értem a lázadást. Így volt, és szándékunk is volt az, hogy mindig az legyen. Tehát az eurodiszkó az, ami akkor nagyon ment, és ami, ami gyakorlatilag a mai napig olyan szinten megy, hogy sokan futnak például erre a zenére. Tehát ez egy ilyen megmaradt ennek a lendülete, és az a, az a ritmus világ, amit szívesen használnak az emberek, és ami akkor is ilyen lelkesítő volt. De mi a szövegeinkben gondoltuk úgy, hogy ó, mi nagyon komoly lázadók vagyunk. Tehát amikor az Ússzunk át című dalt megírtuk, aminek gyakorlatilag semmi értelme nincsen, de akkor mi azt úgy gondoltuk, hogy és a diszidálás, és hogy ebbe ez mind benne van. Tehát mindig volt egy olyan szándék, és egy olyan, olyan gondolat, hogy, hogy, hogy ezzel mi mit szeretnénk mondani. És ha most, ha most írnánk szövegeket, akkor már miután most már divat is, meg lehet, és meg kell is az, hogy sokkal inkább kimondják az emberek ezeket a dolgokat, a zenészek ezeket a dolgokat, akkor biztos, hogy még élesebb szövegeket írnánk. De mindig úgy gondoltuk, hogy egy pici, valóban, ahogy mondott kikacsintás és ebben benne van, hogy, hogy mi újdonságokat csinálunk. A zenei újdonságok azok abban mutatkoztak csak meg, hogy, hogy milyen volt például a második nagylemezünk, a 1990-ben. Az volt az első olyan lemez, ami digitális technikával lett felvéve és megjelent Magyarországon. Egy digitális D -d -d -d, lemez. Ugye, ez Igen, vésbe mentünk ki, ott vettük fel. Akkor utána volt szagos lemezünk, amit így meg kellett egy kicsit csikálni, és ilyen WC szagosító szaga volt, akkor volt formára vágott lemezünk, ami bele punk, szorult a... Punk, I... punk. Igen, ami bele... Úgy nézek, mint egy punk. <laughs> bele szorult az autókba, a lejátszókba, tehát ő mindig igyekeztünk egy kicsit újítani látványban, meg gyakorlatilag hangzásban is, de ahhoz nagyon ragaszkodtunk, hogy miután a elég pontosan volt pozícionálva, hogy azt várják, hogy azt kapják a hallgatók, amit várnak. Ja. Igen, de egyébként, hogyha a kettőtök kvalitásait nézzük, az akkor adott esetben egy külső szemlélőnek tűnhet hogy akár minőségibb nagyobb kvalitásokkal rendelkező zenét is csináltatok volna, és ezért is fogadott el benneteket szinte mindenki. A szakmában, nem? nem tudom, a Györgyi a színház felől jött, én ö, énekes voltam már előtte is, és nagyon érdekes egyébként, mert dolgoztunk együtt nagyon sok érdekes emberrel, tényleg már az elejétől kezdve, hát alapban a presszer volt az, aki ö, miatt mi találkoztunk, és aki elhívott bennünket egy színdarabba, innen és onnan, a Györgyit a színházból, engem a, a zenevilágából, máshonnan ismert, és, ö, és ö, nagyon sok olyan emberrel kerültünk kapcsolatba valóban, akik másfajta zenét csináltak, úgymond ö, értékesebb zenét, de hát ez egy Hülyeség, mert, mert minden zene zene és minden zene abban értékes, amiben éppen van. Tehát ezt nem kell minősíteni, hogy az egyik az kevésbé a másik jobban értékes. Mi ezt csináltuk a magunk módján megteremtve azt, hogy maximálisan kihasználtuk a zenei és leginkább a, a koncertezési lehetőségeinket, mert mi nem igazán alkotók voltunk olyan szinten, hogy mi zenével szerettünk volna valamit képviselni, mi az előadásokkal szerettünk volna valamit képviselni. Mi azért csináltunk lemezt évről évre. 40 valahány lemezünk van, hogy hogy minden évben tudjunk új turnét csinálni. Mert a Györgyit is, és engem is az élő zenélés érdekelt, a koncertezés érdekelt, és ezt próbáltuk meg maximálisra fejleszteni. Akkoriban nem volt divat és lehetőség nagy tánckarral, zenekarral, élő zenekarral, két billentyűssel. Tehát azt csináltuk, amit csak lehetett ebben, tényleg maximalizálva, és azt hiszem, hogy volt olyan év, amikor 260 élő koncertünk Igen. volt. Tehát ez azért nagyon sokat, nagyon sokat számított, és, és hát mi ebben éltünk ki magunkat. Meg nekem picit úgy is tűnt, hogy amikor ti ilyen viccesek vagytok, vagy kikacsintotok, akkor gyakran az egész zenészakmára is teszitek mindezt, mert hogyha mondjuk a Szását mondjuk, azt, 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 azt felejtsük el? el, de mondjuk a másik nagy a Szabó János, ugye? Igen. Illetve a Fája igen. A, ebben a klipben volt a Galla? Maga Miklós. Nem tudom, Gala, többen volt. Minden lemezünkön volt egy gallaszám. Igen, de volt egy klip, készült egy igen. klip. Igen, a Fája fejem, igen, abban Na, mindenki mondott tulajdonképpen... egy De szót. A taródok is mindenki abban belebeszélt. Te tulajdonképpen ezzel kvázi kicsit ilyen kis nevettétek magatokat, meg az egész szakmát. Hát leginkább magunkat, igen. A zenészek már nem volt módunk, soha nem tartoztunk igazán sehova. Soha nem volt menedzserünk, soha nem voltak szponzoraink, egy-kettő ilyen kisebb szponzor, de egyébként nem volt az jellemző, ami most van már, hogy az emberek mögé, hiatt, a zenészek mögé elképesztő háttéripar uh, tornyosul mi önellátóak voltunk, saját magunknak szerveztünk, saját magunk mondtuk meg, hogy mit kell megcsinálnunk, és, és ezt követtük, és, és, soha nem tartoztunk sehova, és senkihez, és senkinek. És ez egy nagyon nagy élmény volt. Szerettünk dolgozni, mentünk, mint a balandok, folyamatosan koncerteztünk. És akkor most térünk vissza arra a megjegyzést, amit korábban beszéltünk, Igen. amikor kávéztunk a a beszélgetésünk előtt, hogy is, mit is gondolunk mi a közönségről, mennyire fontos nekünk, mennyire fontos az alkotáshoz a, az, hogy lássuk a szemünk előtt azt a, azt a közönséget, aki majd a végén megveszi, hogy hallgatja a dalainkat? Ez úgy van, hogy ha te élvezed azt, amit csinálsz, és hogyha te abban megteszel mindent, amit akarsz, akkor akkor ott lesz a közönség, és akkor elvárhatod azt, hogy ők rezonáljanak. Ha te magaddal rendben vagy, akkor ők ezt fogják venni. Hogyha te nem vagy rendben, szerencsétlenkedsz, keresed az utadat, akkor, akkor ők is útkeresőek lesznek veled szemben. Szóval én azt szeretem, ha az ember megtesz mindent, amit tud, baromira bepróbál valamit, nagyon-nagyon ugyanakkor megpróbál spontánnak maradni, és természetesnek maradni, és a közönség ezt értékelni fogja. Van most egy estem, amit direkt erre építettem fel, egyébként a címben megy, megáll az FM, ezt a Fáj Miklossal együtt hoztuk létre. Neki szerzői estje, azért ő is FM, meg én is FM vagyok. Ü és hogy lefordított egy csomó dalt, és én meg úgy raktam össze, mert lehet koncerteket csinálni különböző módon, és én ezt úgy raktam össze, hogy ne az legyen, hogy odaállok, és majd azt én tudom, hogy mit éneklek a közönségnek, és akkor tessék, itt van, fogadjátok el a koncepciómat, hanem megpróbálom megosztani a közönséggel azt a, azt a kilódást és azt a gondolatsort, hogy mit, miért, miután teszünk. Ha adva van a dal, azt miért pont oda, milyen hangszereléssel, kivel játszom el. Tehát, hogy egy kicsit erről mesélni, és minden egyes dalt felkonferál pontosan így, hogy ez miért került ide, ki az, aki ezt már énekelte, miért gondolom azt, hogy ez nekem fontos, Az zenekarból ezt ki szereti, ki nem, és hogy, hogy ennek hol van a helye a műsorban, és hogy dramaturgiailag, mert hiszen mindennek kell, hogy legyen dramaturgiája, hogy ezt most miért pont ide szántam. És szerintem ez egy jó dolog, mert ez egy kicsit ez a behind the scene, tudod, amikor lehet látni azt, hogy az ember hogy gondolkodik, és erre szerintem szükség van. Ilyen szempontból te mindig teljesen önazonos tudtál lenni a karriered de során, hogy mindig hiteles végeredmény jött ki Soha a szádon kellett. a, a lényedet? Tehát Sohnan mindig rendben voltál. Igen. Igen, igen, és erre törekszem. Meg, a, meg, az érdeklődésem is olyan, tehát hogyha most tényleg itt vagyunk, és muszáj, hogy, hogy promotáljam magamat, de nem úgy, hogy, a, hogy, hogy mi, a, a, mi lesz az esemény, hanem hogy mit miért csinálok. Klasszikus win-win tehát... szituáció. <laughs> klasszikus win-win Klasszikus win -win és, és, még hozzá olyan módon, hogy a klasszikus zenei is szerepel benne, hiszen december végén, nem is mondom, hogy hanyadikán direkt, hogy ne az legyen, hogy reklámálok, vagy reklámozok, a Magyar Zeneházába felkértek egy estre. És tudod, az ember akkor belegondol gondol, hogy mi az, amit, amit, most csinálja. Énekeljem el a 67. valamilyen módon összeállított listájú koncertemet, válaszol ki olyan számokat, amiket már énekeltem, ami könnyű, ami jó. De úgy gondoltam, hogy én megtisztelem a Magyar Zeneházát és a mi kapcsolatunk, a, a, elkövetkező kapcsolatunkat azzal, hogy kitalálok egy olyat, ami oda való. És akkor az most a koncepcióm, hiszen mindig ez az alap, hogy legyen, hogy honnan loptak a könnyű zenészek. Hogy legyen egy klasszikus zenei felvezetés, amit eljátszik egy zongorista. Kettő elképzelésem van, hogy ki legyen az. Eljátsza a zongora kivonatát annak a klasszikus műnek, és aztán utána eléneklem azt, hogy ó, oh, by myself! hogy az miből van. És, és ennek a... is van klasszikus, hogy <síns> ha már, hogyha már. Igen. Tényleg? Há persze, minden... na, mi. Na, mi, én nem tudom. Majd tehát... meglátod, mindennek van klasszikus. Hogy meghalom. Igen, aha. vagy majd meghalok. most ezt nem fog elárulni, hogy ennek most mi a... Most nem fogom elárulni, de csak azért mondom, hogy ez, ez egyfajta gondolat. És hogyha megvan a gondolat, akkor már utána össze lehet szépen rakni az egészet. És hát van egy másik gondolatom, és az még előbb van októberben, és azt a momban csinálom, mert akartam csinálni az idén egy nagy koncertet. Mert állandóan nagyon sokat megyek vendégségbe, Fegyuskához, a Horgas természetesen hála Istennek a pici bácsihoz, különböző meghívásoknak teszek eleget, a Molnár lennek a születésnapjától kezdve az ég a földet, de tényleg ezer helyen énekelek emberekkel, van a folyamatos együttmunkánk a Sári de hogy, hogy legyen ez egy olyan, hogy csak én. És úgy is gondoltam, hogy legyen ez akkor a, a cím ennek a koncertnek, hogy csak én. És ez sok mindent akar, mert akarja azt, hogy a Györgyikém nélkül, meg hát akarja ezt, hogy akkor most most csak én vagyok, és nem lesz vendég, nem lesz ízi húzó név, hogy majd bejön és elénekel kétszer, hanem hanem én, és aki arra kíváncsi, hogy ott én mit csinálok, az jöjjön el, és hallgasson meg. És azt is kitaláltam már, hogy hogy legyen ez a szinkra rendező falusi Marian, tehát valami ilyesféle imádok magyarul énekelni, tehát nagyon nagyon fontos szerepet ö, tudok mindig a, a szövegenek, hiszen amikor például tanítok gyerekeket ö, énekelni, nem sűrűn, de akkor is mindig az a lényeg. A, a szöveg, tehát hogy ne a zenét énekelje, én is mindig ebbe a hibában vagyok, ezért pontosan tudom, hanem a szöveget, és hogyha megvan a szöveg, és azt plastikusan elmondod, akkor az már hozza magával a dalt, hozza magával az energiát, hozza magával az erőt és a gondolatot. És, és hogy, hogy magyarra fordítunk itt is ilyen, ilyen hát ilyen osz, nagy oszkádias dalok, meg minden, mert hogy ez egy klasszikus zenekarral felálló, egy szimfonikus zenekarral felálló valami lesz, hogy mégiscsak utaljon vissza az én klasszikus múltamra. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos lesz, és az, hogy megnyertem ennek egy olyan csodálatos karmestert, mint a Pál Tamás Szegedről, és a szegedi zenekart, én bízom benne, hogy a Gyüdi is segít. Kiváló zenekar, kiváló Csodálatos, úgyhogy vágyom rá, hogy, hogy velük ezt az estet megcsinálja. A... Most majd... itt a gondolatiságról kezdtük ezt az egészet, I... és tényleg nem a reklám miatt, hanem hogy ezt Igen, tényleg... abszolút, abszolút, értem, igen, igen. Mind igen. a két ilyen nagy évi projektemnél ez az első. A deges. klasszikus múlt egy kicsit Később visszatérnék, de most a fáj Miklóssal milyen együtt dolgozni, mert ugye a kritikáit ismerjük, Igen. a látásmódját az Igen. írásaiban, milyen alkotótásként. Hogy, fáj hogyan kötötték A együtt? kritikáiról nekem egyébként tényleg ilyen tök jó, jó véleményem van, mert nekem én nagyon-nagyon sokat olvasom őt, olvasom a blogját, meg, meg egyáltalán még a, a régi időkből, amikor ő tényleg nagyon sokat és nagyon sok mindenről írt, hát most is a blogban minden nap ír, de hogy, hogy azért szeretem az ő kritikáit, mert soha nem engedi magát ö, befolyásolni a múlt és a lehetséges jövő által. Tehát ő mindig arról ír, és a kritikusnak mindig ez a dolga, amit aznap este éppen látott. És nem azt mondja, hogy hú, mert a két héttel ezelőtt azért ez jobb volt, és hát most de, de, de. nem, nem, nem. Amit aznap este látott, ez a feladat. És a Molnár is azért imádtam, és az ő kritikáit. És hát mindkettőjüket pontosan azért tiszteltem, és tisztelem nagyon, mert az a hihetetlen lexikális és szakmai tudás ami ami mögött van, amit írnak, az meg még egy olyan pluszt ad, hát ami miatt a munka is tökéletes vele. Tehát olyan a munka, hogy én valamit kitalálok, és akkor ő elkezdi ezt pörgetni, és akkor a, a, olyan dolgokat tud előszedni, én nem tudom, hogy hol, tehát hogy a memóriája az, hogy működik, de hogy olyan dolgokat tud, és olyan kapcsolódásai vannak, hogy, hogy amikor már tényleg sok műsort csináltunk, a műpába volt két nagy est, amit együtt csináltunk, zenekadén, szóval, hogy tényleg sokat. De hogy bármikor, amikor, amikor valami amit kitaláltunk, hogy mi legyen, vagy hogy mi a feladat, akkor ő elkezdett olyan dolgokat összekapcsolni, ami élményszámba ment. A, a, volt is egy erre egy olyan est, hogy az én kis 20. századom, amikor a, a, a felvezető szövegek a dalokhoz mindig az volt, hogy, hogy éppen akkor mi történt, külföldön Magyarországon, és egy külföldi dal, és egy akkori időhöz kapcsolódva egy magyar dal. És akkor, a, és akkor így tíz évenként ezt a századot végigvettük, hogy mi volt akkor például Amerikában, vagy valahol valamilyen dal, és mi volt akkor Magyarországon, és ennek a történelmi háttere és minden egy kicsit összevetve. Ez nagyon érdekes volt. Még a kritikázó szóval visszakapcsolva, meg ugye fontos az, hogy nem ül... Sok Bratya, nem tudom, milyen zenekarban, és nem fél attól, sem a, a, az és a fáj, hogy esetleg. Nem azt nem fél, hanem törődik azzal, hogyha valakit megsért. De ez az ilyen. Szóval de ez az egésznek az alapja, meg, meg ez az egész sértődés, hát ez egy hülyeség. Hát hát ez a szakma tudja ilyen, hogy nem? Mit sem, ilyen. Mindenki ismer mindenkit mindenkinek Ék. jóba kell lenni, mindenkivel. Én nem ismerek senkit, és senkivel nem vagyok jóba. Nagyszerű, jó. Míg, mindenkit el is felejtek. Mindegy, szóval... Ez ö... kell az önazonossághoz. Ez kell az az biztos. De nem, hogy, 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 van három olyan ember, akinek meghallgatom a véleményét, ami fontos, és mm -hmm. amit valóban úgy érzek, hogy fontos. Presser Gábor, Igen. gondolom. Igen. Igen. A Fáj Miklós. Miklós. És a harmadikat úgy A Földvári Péter, a nagyon jó barátom, aha, ő egy színházigazgató most jelen pillanatban. A te klasszikus zenei múltad. Igen mennyire kötözte a klasszikus zenéhez? Én azt hittem, hogy alapvetően a jazzből jössz, azt... Semmi közöm a jazzhez. Semmi? Semmi. Én úgy van, hogy én elvégeztem a főiskolát klasszikus szakon, akkor utána volt a ki mit tud. Ez volt 83-ban a ki mit tud, és az a én jazz, jazz, kategóriában indultál? Nem, én, én kategóriában indultam, csak mind az összes táncdalos kikopott. Mert az még olyan ki mit tud volt, tudod, ahol volt bűvész, meg színész, szavalt, meg honvéd banda, meg néptáncosok, martenyica táncegyüttes, ilyenek. És és akkor elfogytak a táncdalénekesek, és maradtunk ketten a döntőben, a Vinod Gábor meg én. És hát a Vina, hát az egy csoda volt, és ő már akkor is egy olyan csoda volt, és egy olyan magas szintű jazz énekes, hogy az kész. Én meg ott voltam, és nem volt, aki kísérjen, és a stúdium Dixieland, akik tovább jutottak, és szintén döntősök voltak, mondták, hogy akkor kísérjenek ők, és akkor ezt a, és a Dixieland, hát hogy akkor legyen ez egy jazz kategória. És akkor szép megnyertem, és a, a, a rajtom maradt ez a jazz éneklés, semmi közöm nincs hozzá. Egyszer emlékszem, bementem a, a jazz tanszakra, beültem, és éppen a gond a tanár úrnak volt órája, és én annyira megrémisztett, mert olyan szigorú volt, hogy az kész, soha többet nem mentem a környékre se. Úgyhogy semmi közöm a jazz énekléshez, én csak éneklek. És műfaji. Uh, műfai... Pedig nagyon hangod van, nagyon fekete hangod van. Műfai határok nélkül éneklek. Aha. Igen. És a képzés az csak klasszikus képzés volt? Igen. Amikor tanultál? Igen. Igen. És a mai napig szoktál is szoksz klasszikus zenét hallgatni? Szoktam klasszikus zenét hallgatni, igen, hallgatok, de, de hát így rádióban, amikor megyek, és igen, útközben. De, de úgy, én nem vagyok zenehallgató, aki leül és vájt fülle végig valamit. De a popzenét sem hallgatom. Tehát én inkább így beszédet hallgatom, én szeretem, hogyha... Podcast Hát Há, igen, mondjuk így. Melyik az a kedvenc podcasted, amiről, beszéltél, hogy behívnak egy szakértőt és egy Mi BBC podcastje, nagyon jó, behívnak egy szakértőt, meg egy laikust, és akkor ők beszélgetnek így valamennyit, és aztán a végén megkérdezik a, a laikust, hogy mennyit is jegyzett meg hogy mit is ért ebből, és ebből lehet látni, hogy azok, akik otthon ülnek, fényjuk nincs, hogy... Mit hallottak, de legalább szórakoztató. Jó, hát ennek millió formája van, de hát imádom a, a ugye a Fridinek a podcast. Nem is, a, nem is a, a, formája miatt, hanem a választások miatt nagyon fontos a podcast. Tehát, hogy ki, kivel beszélget, megismerhetsz egy érdekes embert, de hát ennek azért nagyon sok módja van, mert, mert az, hogy kivel beszélgetsz, az azért nagyon sokat számít, hogy ő mennyire hangolódik rád, mennyire érdekli az, amit mondasz. Mi az, amit szeretne megtudni, akar-e megtudni annál többet, mint amit elolvasott rólad már, és, és arra kérdez rá, hogyha ilyen, megyünk ilyen műsorokba, gyünk állandóan többes számban beszélek, hiszen többször fordult elő, amikor a Györgyivel meghívtak bennünket valamilyen műsorban, ilyen beszélgetősre, de most nem régen is felhívtak egy beszélgetős műsor ügyén, és hogy beszéljünk arról, hogy mi, fog, mi hangzik majd el, meg hogy, hogy milyen témák, meg mit kérdez majd. Tehát ott állok szembe ismerjük egymást, valószínű, hogy tudnánk egyébként is beszélgetni csak úgy, és hogyha minimálisan érdeklődik, az klassz lesz. Ennyi. Emlékszem, egyszer egy nagy csalódás volt, szintén név nélkül, de mindenki ismeri, nagyon híres és nagyon sztár kérdező ember kérdezgette a Györgyit, vele csinált így riportot, és ott ültem, hallgattam, és hát én ismertem a Györgyét, a Györgyi nagyon gyors volt mindig, iszonyatosan jól riposztott. Szóval nagyon-nagyon klassz volt vele beszélgetni, és nagyon vicces volt, mindig meg tudott sztorizni, mint ahogy én nem tudok. És, nem és, úgy tűnik, de... És, és emlékszem, hogy megkérdezte a, megkérdezte a, kérdést, ami le volt írva, hogy válaszolt, továbbment, és megkérdezett valami olyat, amit a györgyi már elmondott. Tehát, és ez annyira idegesítő, amikor nem ez van, hogy valaki valakivel beszélget, és nem azt mondja, hogy és akkor az hogy volt, amikor... Nem, nem. Ez most már nem erről szól, és jó is, hogy nem erről És akkor csinált valamit a, 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 visszavágott, vagy valami, vagy, vagy nem, jelezte, igen, hogy... Igen, volt, volt vágás, meg, meg természetesen valamit vissza is vágott. Szóval soha nem mulasztotta el, hogy valakit, hogyha lehet, akkor szembesítsen a hibáival, de ez tök jó, ez szerintem tök természetes és jó dolog. Pedig ez bennetek van. Erről beszéltem, amikor igen. ezt a kicsit lázadó szellemet. Igen, ez kell. Mert nem csak a szövegekben volt a lázadás, hanem, a, hanem az outfit. Igen. Tehát az, az így ez a megjelenés, az a haj, stb. Tehát volt egy tudatos pukkoztás, formában? A az elején volt ilyen, tehát az elején volt ilyen, hogy "na, ide figyeljetek, ezt mi megcsinálhatjuk", és nem, szóval nem, nem pukkasztás, hanem jó érzés, így éreztük jól magunkat. Tehát soha nem volt külön színpadi ruhánk és civil ruhánk, nem az volt, hogy hú, akkor most kitaláljuk a designerrel, hogy akkor majd mi lesz. Olyan volt ott is, olyan volt itt is. És ettől lett valami fajta ilyen önazonosság, ami most ilyen nagyon divatos szó, de, de hát most meg már hát egy általános iskolai osztály már dögösebben öltözik, mint mi annak idején. Tehát most már szabadság van, és mindenki mindent megenged, de az valóban nagy dolog volt. És aztán utána, amikor a Györgyi bekerült a székbe, be ember a színpadon, Ö, azt mondtuk, hogy jó itt a kihívás, tessék elfogadni. Tehát a nagy elfogadás az itt is működjön, és nem, tehát az besántó. Igen, o, a, igen, az azt, hogy... azt már meséltem erről. Igen, ez egy nagyon nagy, nagy csalódás volt nekem, mert én azt hittem, hogy, hogy, hogy jobban el fogják fogadni azt, hogy egy beteg ember áll a színpadon. Természetesen voltak, tehát a saját közönségünk az, az, az imádta ezt, és a második perctől már nem lehetett arra figyelni, hogy a Györgyi székben ül, de, de ilyen nagy általánosságban kevesebb lett a fellépésük stb. 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 Tehát ment is előre az idő. Tehát nem feltétlenül az, hogy most mi koptunk ki, hanem az idő ment előre, és már más vette át a szerepet. Ja, nagyon érdekes, az, hogy az a válasz, amit te adtál erre a kérdésre, az egyik podcastben, láttam, hogy hallottam, hogy hogy ilyenkor az emberek attól félnek, hogy a saját félelmüket Abszolút, látják persze, viszont a színpadon, hogy mi van, velük történik bármilyen és helyzet. És mindenkinek áll az ászló, igen, igen, igen. Úgyhogy az elfogadás az szerintem azért nagyon fontos minden tekintetben. Tehát, hogyha méz és látsz egy kilódó embert, bármelyik pillanatban te is a, a helyébe tehát, tehát soha nem szabad ö, átlépni egymáson. Uh -huh. Ki ma a falusi Marian? Ugye X évvel ezelőtt a, az, aki kiállt ilyen outfitben, és a bye-bye-szását elénekelte, és az így a sok éven keresztül. Most mi az, amit téged foglalkoztat, és mi jön belőled önazonos módon ki Hát, ami engem foglalkoztat, az, hogy. hogy, hogy Zenében, jó... témában. Hogy micsoda? Zenében is témában. Hogy jól csináljam hát. azt, amit csinálok. Tehát most azt hiszem ennyi, hogy, hogy maradjon meg az a szabadságom, hogy bármit megengedhetek magamnak, hogy ne kelljen megfelelni senkinek, hogy ne legyen semmi elvárás velem szemben azon túl, hogy az, amit csinálok, az jó legyen, és hogy a lehetőségeimhez képest maximálisan tudjak teljesíteni. Imádok dolgozni azért is raktam ki most magamnak ezt a két erőteljes feladatot, ami mellé még persze van színház, meg százféle dolog, amit csinálok és élvezem, abból töltődök, de hogy mindig legyen valami gondolkodni való, valami továbbvinni való, valami olyan, ami, ami egy, egy egy következő lépés. Uh -huh. Ennyi, azt hiszem most ez a, ez a feladat. Meg az, hogy, hogy úgy hogy jól érezzem magam, ha jól érzem magam, akkor működök. És van témák, amik amikkel most előszeretettel foglalkozol, akár dalszöveg, akár színház. Nem írok dalszöveget. A színházakban ö, olyan, hát a menopauzában játszom, amivel foglalkozom jelenleg is, igen, mint minden koromban, akaratunkon kívül. Ö, meg a Neoton musicalben vagyok, Csepregi Éva, az is egy klassz dolog. Nem, már... szeretem jól érezni magam. Szóval azt hiszem, hogy most, most eljött egy olyan nagyon érdekes ö, időszak, amikor édesanyámmal és a Györgyivel nagyon-nagyon sokat foglalkoztam az elmúlt években, de minden nap, napi szinten, minden napi szinten, naponta többszöri szinten, és most meg úgy valahogy kiüresedett körött, körülöttem ebben a tekintetben a, 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 dolog, hiszen egyedül vagyok, nincsen senki, a kutya az itt őként a kocsiban, de már ő is tizen... 19 éves, úgyhogy megőrülök, nem mindegy. Hogy hívják? Peti. És... És, és 19 egy... éves. 19, igen. Ő egy matózsállam. Persze, hogy jól van. Isten, jobogó füle fut szalag. Kis testű, hogyha ilyen magas igen, életkor. Igen, kis testű, Hányan. igen, igen, ilyen fog, terrier. Egy kis testű terrier. És, és hogy valahogy most, most jut időm magamra, és akkor most szeretném megtanulni például a transzcendentális meditációt, az érdekel, az lesz egy következő lépés. Akkor nekiálltam egy életmódváltásnak, ami szerintem nagyon-nagyon sokat számít, hogy, hogy, hogy elkezdtem figyelni magamra. Annyi dolog és annyi figyelni való volt, hogy, hogy arra nem jutott idő, hogy a saját testem jelzéseit meghallgassam, most szóba álltam magammal, tehát miért fájt érdem, de fájhat, máskor nem tudtam volna itt ennyit állni, vagy tudom én így, ilyen fittel lenni, és most nekiálltam az életmódváltásnak, ami azt eredményezi, hogy eszméletlen sok energiám van, lefogytam 22 kilót, másnak az életfeladat, nekem most így megy, mert, mert valahogy belefér így a figyelmembe, és ez jó. És ezáltal több energián marad az alkotásra is. Igen, ugye? leginkább tehát... igen. Ez az alkotás, én annyira édes mi? vagy az alkotás, igen. Hát ez igen. Az, ez jó, az. jó, jó, persze. Te Termékeny időszakod van most? A Ö... korábbiakhoz képest? Mindig ugyanennyit csináltam. Szóval mindig, csak régebben sokszor erőn felül, most meg úgy olyan jó erőben. Igen. <laughs> 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 mindig azt hiszem, hogy el tudnám hordani a gellért hegyet félkézzel, hála Istennek. Hát igen, ez ugyan, igen. Igen, Főleg az idén, a... idén nyugdíjban megyek, 65 éves vagyok, úgyhogy én áprilisban mindjárt nyugdíjban megyek, az lesz még egy jó buli. Megyek majd trollizni ingyen igaz, hogy 30 éve nem ültem Tolin, de nem azért, mert... Úgy, szeret is utazni. Én nagyon szeretek utazni, úgyhogy azért... Hát akkor most lehet, bárhol el tudsz igen, menni. Igen, igen. Tehát igen. az országban is. Szuper lesz, abszolút. Én az országban imádok. Én annyit, uh, hát nem csak így a, a padödővel, hogy nagyon sokat mentünk, hanem a szüleimmel annak idején gyerekkoromban, fiatalkoromban, plusz utána. Én nagyon-nagyon szeretek utazni bármerre. Most például a holnap uh, holnap, holnap után, után megyek le Bogácsra, és akkor ott lesz majd ilyen fürdés, meg mit tudom én, meg hát természetesen a Balaton, meg hát természetesen amerre csak lehet menni, megyek. A zenéről beszélünk még egy kicsit. Igen? Miért ilyen stílus választottatok annó? amikor megalakult a padod a 80-as évek végén. Tehát honnan, miért, miért pont ez a, ez a stílus lett az, amit, amit csináltok? Mert ezt szerettük, mert ez volt népszerű, ezt hallgattuk szívesen. Akkor nem volt ez a mérhetetlen, elképesztő színes paletta, mint ami most van, és ez a sok választhatóság. Nem volt internet, nem volt mobiltelefon, a mizé rádión jött egy-kettő a Luxemburg, vagy mit tudom mit hallgattak, akkor az emberek azon jöttek be ezeket a nemzetközi rádiókon az adás, lemezek megjelentek, nem volt még CD, az a nagy lemezekkel jött be, a, a évről évre csinálta az Erdős Péter ezt a, a... Mi a fene volt a címe? Nem tudom, mikor lefordítottak ö, külföldi dalokat, slágereket, és akkor azt eljátszott a neoton zenekar, vagy igen, top hits, vagy valami ilyen. Szóval, hogy, hogy akkor egészen, egészen más világ volt. És és nekünk az egy nagy örökségünk volt, hogy, a, hogy az Erdős mondta azt, hogy kiadna nekünk egy lemezt. És és az az ő örökítése volt, hogy a, a két fiatalabb neutonos, tehát a, a Pásztor meg a Jakab meg a Hatvani ők dolgoztak a, a, az idősebb neutonos korosztály, és a Végvári meg a Baracs voltak a, akkora fiatalok, és nekik nyilván kevesebb munkájuk volt, és akkor ő úgy gondolta, hogy ezt így összekapcsolja, és akkor ők majd írnak nekünk egy lemezt. És ők írták meg az első lemezünket, de nekünk ez tetszett, szóval ez, ez a fajta zenei világ, ez akkor nagyon ment, nagyon népszerű volt, és marhára élveztük. Ennyi. Tehát nem választottuk, és nem azt mondtuk, hogy úristen, akkor most mi szeretnénk egy stílus teremteni. És érdekes, mert az legesleges számunkat a Lár András írta a tengerészt, amivel elindultunk egy fesztiválon, és, és elmehettünk volna arra a vonalra is, de az egy nagyon népszerűség párti volt, és ő szerintem egy pillanat felmérte azt, hogy, hogy a népszerűség az nem feltétlenül az a vonal ez, hogy valamilyen kiúros, a, külsőnkhöz kapcsolódó kiúros, vagy bármilyen rétegzenét csináljunk, hanem inkább abba a fősodorba mennénk, amit akkor mindenki hallgatott. Hát akkor a Neuton akkor a sztár volt, hogy az hihetetlen, és az erdős értelmszerűen minket meg is hívott vendégnek a Neuton koncerte, és akkor utána, amikor már a második lemezünket csináltuk, akkor éppen szétment a Neuton, és mi megörököltük azt a fajta zenei világot és azt a, az, azt a rajongói kört, akik nekik voltak, hiszen akkor hirtelen ketté boblott ez a a, ez, a, ez a nagy család, a Neuton familia, és ezt a familiáris hangulatot ezt mi megörököltük onnan, hogy mi rögtön, mint padödőnek jártunk magunk köré gyűjteni egy csomó olyan embert, rajongókat, zenészeket, táncosokat, és magát, az egész produkciót úgy építettük fel, hogy, de nem tudatosan, hanem mert így esett jól, hogy legyen egy ilyen, egy ilyen jó családi izé, egy ilyen nagy, nagy osztálykirándulás, és ez maradjon is meg, és megmaradt 30 éven keresztül. Sőt, még ma sőt, hát és, is megvan, és ugye? Ma is Almás megvan. rétes. Hála és jó és e, Na most ez a tengerész, amit a lár írt, ez, igen? ez, a, ez a klasszikus, ez az új hullámvonal, ez a, ez a cure, meg ilyenek? Igen, igen, az egész, a dob, érdekes, dob, dob érdekes. benne meg minden olyan volt, nem is volt vele sikerünk, tehát el, elénekeltük, csináltunk rá koreográfiát, megtoltuk a hajunkat, baromi jó ruhát csináltunk, szóval ott, ott, ott felvettünk egy ilyen ö, érdekes stílust, és aztán utána azt a ruhát soha többet nem vettük fel, és a dalt sem énekeltük. De hát erre

ez valahol valakinek egy kompromisszum volt, hogy na jó, akkor ez nem, mert ebből nem lesz siker. Akkor elkezdünk valami, ami ez, ez nem volt ilyen tudatos. Soha nem voltunk tudatosak. Szerintem. Ösztönösek voltunk mindig. Ösztönösek voltunk a dalválasztásban, mindenben. Az érdekes egyébként, hogy, hogy azt mondhatom, hogy, hogy soha nem akadtunk össze egy annyira karizmatikus szerzővel. Mindig jöttek innen-onnan dalok. Jöttek, írt a Kis Gábor, amikor az angolistánk volt, írt az Alex, amikor az angolistánk volt, írt a Gerendás Peti nekünk dalt, aki azt mondta, hogy hát miért azt a szöveget írtuk rá, hogy utcákon, tereken, mikor az egy jó sláger lehetett volna, közben meg nem, mert az egy olyan lágy, finom dal volt, amit a Peti tud zeneileg, és mi úgy gondoltuk, hogy ezt a, a új Lipócia 13. kerületi hangulatot csempészük akkor bele, mert az, az illet hozzá, akkor kért, mindenféle dalokat kért, Pierro írt nekünk nagyon sok dalt, akkor a Boranzából, hogy hívják a gondolra, gyereket a Zsolti, szóval, hogy, hogy egy, meg a Gallai, Gallától is ő írt nekünk egy gyereklemezt is, nagyon szerettünk, de valahogy olyan furcsán fogadták. Például a gyereklemezést, tessék. Megcsináltuk a gyereklemezt, azt hittük, hogy hát most ez hát a dal, gallának a bolond dalai, meg a tébolyó szövegek, amik be olyanok voltak, hogy viszérgyulladás, meg tudom, ilyen szavak, mert mi úgy gondoltuk, hogy az milyen klassz lesz majd, hogy el tudnak majd a gyerekekkel az obónők, vagy a mit tudom, alsósok beszélgetni, hogy, hogy ez micsoda, meg olyan, olyan szavak, meg olyanokról szóltak, hogy vállás, ki lesz a bicikli, ilyen. ilyen, akkor nem volt divat erről így beszélni, és nem, nem is játszották, hiába vittük, egyáltalán nem futottunk be vele semmit. Tehát gyerek nem tudtunk válni, és nem is volt szándékunkban, de hogy ez a kis kirándulás például nem jött be. Azért mondom, hogy, hogy az a pozicionálás és az a pontos pozicionálás az elmozdíthatatlan volt, amit csináltunk. És egy kicsit mindig igyekeztünk fejlődni hangszerelésben, ilyenekben, meg hát mindig voltak ötleteink. A 15 éves lemezünk, a jubileumi 15 éves fennállásos lemezünk az olyan volt, hogy hogy egy hangot nem énekeltünk rajta, ez egy dupla lemez, csak a mi számainkat énekelték gyakorlatilag Kossuth díjasok, tehát a Várjévától kezdve a Hernádi Júzuson keresztül a, a Gálvölgyi Jánoson át a Kishonti Ildikó, de hívtuk a Mirigyeseket, szóval az valami elképesztő lemez volt. Senkit nem érdekel, pedig imádtuk. Hát erről beszéltem, hogy a paddodő az sohasem Igen. csak egy dance zenekar volt. Igen. Ja. Valószínűleg mondjuk a Várjéban nem ment volna egy Igen. Más, más zenekar énekelni. Nem is hallott volna róluk. De a az az mindig mert És mindenki tudta, hogy miről szól. Persze. Létezik, hogy nektek 40 lemezetek jön meg... 40 valahány, igen. Hogy lehetett ez Minden évben csináltunk egyet. És volt egy sor lemez minden évben? Minden évben volt egy lemez, egy új lemez, és mindegyiken volt nyárról szóló szám, volt egy gallaszám, tehát már meg voltak ezek a, hát a hagyományai, tudod, a hagyománytisztelet ebben a dologban is. Meg, meg hát semmi. Hát aztán nagyon sokszor már ilyen kilódás volt, mert azt akartam mondani, hogy egy olyan karizmás szerző, mint például a Konzsuzsának a Brody, Szóval, hogy nem volt olyan, hanem így mindig mindenhonnan. Mindenhonnan volt egy dal, és akkor arra elkezdtünk szöveget írni, kilódás volt, meg közben meg röhögés volt. Tehát az egész lemes csinálás az azért volt jó, mert leültünk, összeültünk egy csomóan, mindenki mindig mondott valami hülyeséget, és azt én nagyon szeretem, amikor jön a hülyeség, és akkor azt lehet azt mondani, hogy na ez nem, hanem az. És mindig így ment a szövegírás, hogy, hogy, hogy mi legyen a téma. És hogyha megvolt a téma, megvolt a bemondás, onnan már egy pillanat alatt megírtuk. Tehát például a fáj a említetted, mentük a gyagy hogy, hogy valamit enni, és akkor mondta, hogy, hogy aj, de fáj a fejem, és hallgattuk azt a izét, azt, a dalt, az alapot. És akkor arra ráment az, hogy fáj a fejem, és onnan már, hogy, hogy mi jön, az már csak egy Röpke negyed óra. És a zenéket kiszerez, az változó volt. Ezt a mondtam a az előbb, hogy változó, De... hogy mindig más, aki éppen arra járt. Csomót... Igen, és a, a szöveget azt meg mindig ti írtátok? Hmm, Majdnem mindig miért. Igen, egyszer, egyszer, Beremény Géza írt egy szöveget, ami, ami most éppen ide van ide van nekem tetoválva, meg hát szóval igen, voltak, voltak, még egyéb szép soraink is. A Kulkával énekeltünk egy nagyon szép Álmodom című dalt, azt egy újságíró írta, aki már sajnos azóta meghalt. Szóval, hogy valahonnan úgy egyszer-egyszer felcsíptünk sorokat, de leginkább mi akartuk érni. A gala is zenét? Vagy ő csak szöveget? Gala zenét is írt, szöveget is. Ezt engem. éveztet meg, mert azt okay. még hogy gala csak szöveget írt. Nem, 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 ő zenét is írt. Ennek az egész gyereklemeznek ő írta a zenéjét. Ajaj, baj van, pók van a kádban. Uhum. Ilyenek. Ez egy viszonylag konzervatív a alától. Masinista? Masinista? De nagyon, nagyon jó kis számok vannak rajta. Igen. A Sárik Peti. Igen. És a triójával csináltok egy jazz műsort. Igen. Amely pop és rock előadóktól dolgoz fel dalokat. Erről Igen. mesélj meg kicsit, mert ez nagyon izgalmas, és meg, megnéz. Én nem láttam még erről felvételt sajnos, de nagyon megnéznélek, ahogy tankcsapdát Ez például. Igen, úgy indult a Sárik Pecivel a kapcsolatom, hogy meghívtak Amerikában, mikor kint volt New Yorkban az a magyar év, É, hogy menjek el, és csináljak egy koncertet. És akkor én azon gondolkodtam, hogy de hát, hogy menjek én oda ki? Már úgy értem, hogy ki kísérjen. és akkor elment, mentem egy kört, és láttam a Petit valakivel énekelni, talán a Fábián Julival. nem biztos. Ö, és, és, a, és nagyon tetszett, ahogy ő zongorázott, az ő energiái, meg úgy egyáltalán az egész, és akkor kértem, hogy jöjjön velem, arára röhögött, mert szia, ne haragudj, lenne kedved eljönni, bőrbe. <laughs> ez, 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 egy elég jó hívószó. És akkor még a mókust is megkértem, és akkor így mentünk hárman. E és aztán utána a Petivel megmaradt ez a, ez a, ez a munkaviszony. Az összes projektben, ami utána volt, tehát a műpásokba, a, a különböző szólókoncertekben, mindenhova akkor őt kértem meg, hogy, hogy legyen, segítsen, csináljuk. Tehát ő volt a zenei Géber ezekben a dolgokban, a hangszerelő és a, és a kísérő és a minden. És hát ő akkor már párhuzamosan folyamatosan csinált a Jazz Kívánság műsor című esteket, és aztán eszébe jutott egyszer csak, hogy csináljunk Jazz Kívánság műsort magyarul, és abban én legyek a szólista. Ez, ami most van, ez már a harmadik lemez, azt hiszem, hogy ez 5 vagy 6 év alatt alakult így, alakult ki. És és hát egy csodálatos dolog, mert valóban a, a közönség kér, valóban ők kérnek nagyon sokat, és aztán utána abból kiválogatjuk, hogy melyik az, ami ami a, a petinek is érdekes, hiszen fontos az, hogy ő, ő élvezze a, a a zenei megvalósítást. Én meg marhára élvezem azt, hogy ezeket énekelem. Az elején megpróbáltam úgy énekelni egy kicsit, ahogy az előadók. Tehát, hogy átfolyattam magamon, de hogy, hogy, hogy úgy, ahogy, hogy mit tudom én, a, a, a Balatoni járt, azt megpróbáltam úgy énekelni, ahogy a, a dráni énekli. De aztán utána rájöttem, hogy nem, hanem úgy kell, ahogy én. És aztán onnantól kezdve elszabadult a pokol, és valóban tankcsapdától kezdve komállacin keresztül minden az égett a földön. Marha élvezetes, és imádják az emberek, és jönnek velem, mert valamelyiket mindenki szereti és hát az, hogy egy jazzkoncerten át vannak vágva, hiszen elképesztő jazz szólókat hallgatnak végig, úgyhogy közben azt hiszik, hogy egy popkoncerten vannak, és olyan is a hangulat. Ez szerintem egy nagyon jó találmány, úgyhogy szeretem ezt az együttmunkát. És akkor tapasztalsz ilyesmit, hogy ezáltal új arcokat tudtok bevonzani a jazznek? Tehát egy átlagos jazzkoncertnél koncertnél nyilván jóval többen vannak. Hát nem. Az Be, persze, 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 sőt, persze. Sőt, igazából ez a cél ennek, nem? Persze, abszolút, meg hát az én nevem is egy húzónév valamilyen szinten arra, hogy, hogy ott hangulat lesz, én imádom azt a kohéziós erőt, ami az embereket egy, 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 kórusba összerakja, de és amikor boldogan üvöltve énekelnek, és kint meg ki van írva, hogy jazz kívánság tehát azért az olyan, olyan furcsa dolog. Engem. Jó, jó, dolog. Bevonza a jazzbe az embereket, mert látják azt, hogy a jazz az nem egy ilyen e, 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 Istentől elrugaszkodott valami, és hogy, tehát ez nem egy free jazz. Ez ebben az az élvezetes, és ez nagyon sokszor, hogy én élvezek benne állni ott a srácok között, és hát olyan szólókat játszanak, hogy az minden egyes alkalommal gyakorlatilag egy-egy sportás ö, zenemű, ami ott születik meg, és, 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 élvezetes. És ezt szerintem ezt azért mindenki érzi, hogy, hogy izé, van olyan, hogy a Peti játszik egy szólót, és nem tudok visszaszállni, mert bőgök, mint a hülye. Tehát, hogy azért ilyenek vannak. Ez egy nagyon, nagyon érzelmes és nagyon fontos komoly műfaj. Pontosan attól a spontaneitástól, ami, és attól, a, a, attól, az elképesztő változatosságtól, ami mindig benne van. Ez egyszerű volt, -e, mert beleszoknod a padodő viszonylagos, úgymond kiszámított profi jellege után? Hát ez a zene. A zene, de, de spontán is, má, de... Má más máshogy jönnek a... De hát a... Itt... A igen, ennyi? Persze. De hát a, padödő, a padödőt mindenki azt hiszi, hogy odaálltunk, és akkor hogy mindig ugyanúgy csináltunk minden. mindent. Igen. Hát, hogyha a rögtönzésben. Nem hogy ezeket a sztereotípiákat, de hát az emberek azok igen. Tudom, vannak. tudom, ez, mindegy. A a, 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 Györgyi elképesztő rögtönzés mániás volt. Tehát ő képzeld el, hogy minden egyes koncertre, de amikor színházban játszottunk együtt, tehát a, ott is volt olyan, hogy minden, minden egyes előadásra készült valamivel, mindig valami más volt. És a koncerteken is mindig valami más volt. Nem beszélve arra, hogy a koncertek is folyamatosan változtak és folyamatosan fejlődtek. Én imádom ezt. Mint a rossz színész, vagy hát akár a jó színész, aki mindig megtéfálja a partnerit valamivel. Az a legjobb színész, mert az egyébként az a legnehezebb dolog, hogyha ha egy dolog, ami be van próbálva, ahhoz hozzáteszel valamit, és várod a másiknak a reakcióját, mert tudod, hogy lesz, és arra neked válaszolni kell. Tehát ez egy olyan egyszerű dolog, hogy kivondasz valami hülyeséget, a másik röhög, és ott marad. Hát hogyha van, ha lefogy a partnered, és akkor. Hát akkor... tudni kell, hogy kivel játszol. Azért volt egyébként jó csodálatos ez az együtt mert így tolta, és lehetett rá válaszolni, és ő arra még mindig riposztott, csodás volt. Igen. Uh -huh. És most fura így egyedül tolni? Te fura megszokni azt, hogy egyedül vagy, ah. anélkül, hogy túl érzelgősek lennénk? Nem, nem, ez egy, hát ez más, más, ez a műfaj, amit én csinálok. Tehát meg itt más társakat találtam magamnak, másban társakat találtam magamnak. Tehát itt a Petékben éppen ezt a, ezt a, ezt a, zeneiséget, akkor amikor másféle lépek, tehát mit tudom, én klezmert énekelek, vagy, vagy a lá, lázjékkal, a lázjékkal ének, vagy hogy bármerre megyek, akkor mindig valami más tegnap voltam a, Tinta a énekeltem fel egy dalt, mert csinálnak valamit, és annyira jó volt az, hogy, hogy a zsatyékat, a, a, tehát hogy máshonnan is ismerem, meg minden. ismerem ezeket Aha. a, ezeket a srácokat, és akkor ilyen tök jó volt, hogy muzsikálunk együtt most. Az így Az így no, Az, is. És, az a a jó, baj, és az a jó, hogy amikor, amikor valamit így keresek, hogy, hogy mit csinálnék oda, és mindig egy kicsit más zenekart viszek. Tehát ebben a mostani estemben a Megáll az FM-ben direkt csináltam egy olyat, hogy hogy, egy kicsit lágyabb legyen. Itt a Darvas zongorázik, és van mellette egy hegedű, egy nagybőgő és egy gitár, ami egy ilyen kis finom színházi hangzást eredményez. De amikor már a nagyestet csinálom, és a, jön a nagy zenekar, oda azért már a Berdisztomi fog dobolni, aki ezt meg tudja. Szóval, hogy, 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 mindig más embereket keresek, nem véletlenül azért mindig a jazz világából. Tehát ezek a csodálatos jazz zenészek, ezek körben még, még még donganak engem. Még szerencsé, hogy mondod, hogy semmi közöd nincs. Ah, jazzed, ugye? Tudta, az emberekhez van közöm. Meg tudod mihez? ez az energiához. Tehát a jazz azért nagyon jó, és hogy az utált, mindig azt mondja, hogy utálom a jazz, mindig ezt mondta a közben, meg az azért nagyon jó, mert mert ez a, mert a jazz egy, egy folyamatos ö, percnyi alkotói folyamat, tehát ez egy folyamatos alkotás minden percben, és hogy azok az emberek, akik ezt csinálják, azokból kell, hogy áradjon az energia, kell, hogy áradjon a figyelem, kell, hogy áradjon a, 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 a lendület, és én meg ezt szeretem, tehát amikor így össze lehet energiába kapcsolódni valakivel. Uh -huh. Miért a Pici bácsira nem mondhatod, hogy nagy jazzista, és mégis az ő energiái elképesztőek. A, 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 a Lokomotív GT. Na most ugye a, pre, a Preslegában van egy komoly előképzettsége. Ha persze. Hát mindenki őt, a a, 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 a szakmában mindenki őt adja a legnagyobb királynak. Hát a az, is. az LGT. Komoly blues alapokon nyugszik. Hát, blues és jazz, nem? És szól adott esetben. Na jó. Ja. Tehát ott is ott is meg a jazz. Igen. Nem? Persze. Ilyen formában. A, egyébként nála tudod, hogy hol jön ez a legjobban elő a próbákon. Ő nagyon-nagyon szeret próbálni. És amikor csinálunk egy ilyen valamit, és hát hála a jó Istennek, hogy engem szokott hívni, amikor van egy ilyen próba folyamat, akkor egy hónapon keresztül minden nap megy és megy, és toljuk órákon keresztül, és amikor nem vagy benne, akkor is ott ülsz és nézed, mert állandóan változik egy ilyen képlékeny folyamat, zenei folyam, és hihetetlen nagy élmény az, ahogy valami így összeáll, és, és egyszer csak letisztul. De még uh -huh. az utolsó percben is mozdul. Nagyon-nagyon nagy dolog. Uh -huh. És azok gondolkodom, hogy kik voltak a 70-es években, 70-es, 80 as években azok a magyar zenészek, aki, kö magyar könnyű zenészek, akiknek a munkában ennyire uralkodó vált a jazz. Nem, nem, tudnék még egyet mondani. Hát a, a könnyű kívül... közül nem nagyon. Igen. Te igen. Mind az LGT volt talán az, ami... Igen, az, ami... Igen. igen. Igen, Te szeretted az LGT-t? Tehát, hogy hallgatásokat, és a hogy ne persz... Igen? Hát folyamatosan, ne viccelj, hát az volt a tehát nálunk én az a korosztály vagyok, ugye az a boomer korosztály, ahol volt az illés vagy omega, az még az általánosban. És aztán utána bejött az elgétés, és attól kezdve már nem volt kérdés. Te LGT volt voltál. Abszolút. Persze. Omega meg ezek. Mm. Miért nem? Nem tudom, mert az valahogy olyan, olyan teátrális volt. Nem a, nem a külső, a bizonyára. zene. A zene volt valahogy teátrális nekem. Egy idő után, és a, 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 az illésben meg inkább, amit tudom én, az utazás lemeze a szörényinek, meg ilyenek, a, azt ked meg a fonográf után, az már ilyen klassz lett. De hát a, a, az, az LGT meg, meg, vitathatatlanul a legjobb volt. az LGT nagyon, 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 nagyon haladó volt, és nagyon, nagyon nyugati, vagy hogy mondjam ezt, tehát, hogy igen, hogy abban megjelent. Más megen, volt. Más volt. Tehát nem, nem az a, nem a, a kodái és a, a, ez a zenei alap, hanem valami olyan, olyan friss másság volt benne, amitől meg lehetett veszni és a, és 70-es években ugyancsak virágzó hádrok az megérintett valamilyen formában? Nem. Tehát ami szintén egy másik vonal. Se a progresszív nem. rok, se a hádrok? Nem. A progresszív rok az valamennyire, de a hádrok az nem. Tehát az, az nem az én világom. Hogy aki mit tudban szembesültem először, amikor Kalapács Józsiék jöttek a, 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 igen, az, a, de az tetszett, mert az is energia. Hányban volt? volt? Hát 83. 83. 83. 83 a pokogép első. A pokogép első nagy, Igen, nagy lendülete. Vagy... Hát az volt, aki mit tudja a pokogépnek. Akkor még volt bennük billentyű, aztán később igen. az se lehet, ugye? Igen, 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 igen. A heavy metal születése. Igen. Heavy metal, hogy állsz egyébként? <laughs> nem tudom, én ezeket megnézem, meg meghallgatom, de rögtön kiderül belőle, hogy melyik az, ami, ami jó, melyik az, ami, ami őszinte. De például a, hogy hívják azt a reppert, akiről van film, és a... Jaj nem fog eszembe jutni, mert hülye vagyok. és Magyar öreg. rapper? Nem, nem, nem. Ö, amerikai rapper, ilyen nagyon pici haja van, és, és ilyen nagyon őszinte, és nagyon jó, és ez nekem nagyon tetszik. Pedig utálom a rappet, mert, mert, mert miért kéne szeretném, de közben nagyon jó. Hát a rap, hogyha jó, akkor nagyon jó igen, tud lenni, nagyon igen. hiteles őszinte. Igen, 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 igen. Tehát minden olyan, teljesen mindegy, hogy ez milyen zenei vonal, vagy milyen vonal muzsikában. Az a lényeg, hogy, hogy érintsen meg valamiben. És volt olyan, amikor rádióban vagy bárhol hallottál egy olyan zenés stírust, ami elsőre idegen tőled és és odafigyeltél, mert egyszerűen megkapott valami, és azt gondoltad, hogy na most az hiteles, és baromi Képzeld jó. El, hogy én még olyanokra és az, az tetszik nekem, hogy, hogy, vagy se tetszik nekem, szóval az olyan olyan jó érzés volt, amikor hallottam először, azt tudod, amikor Hee! ilyen hangon így iszonyatosan méről üvöltenek az emberek, az, az énekes, és aztán utána valaki egyszer mutatott egy számot, amilyen tök jó volt és erős, és aztán utána belegondoltam abba, mert beszélt az az ember, aki így énekelt, hát, nem tudom, hogy hogy hívják, death metal, vagy mi a franca van neve, igen. Van, death metal, black metal, o, Valami ilyesféle, igen, és hogy üvöltött az ember, és utána csináltak vele egy riportot, és emberi hangon beszélt. És ez engem technikában, mint énekest kezdett el érdekelni, hogy ezt hogy lehet megcsinálni. Hör Hörgésnek hívják. Hörgés, igen, és hogy ezt a hörgést hogy lehet megcsinálni, és hogy mi az a plusz, amiről ő úgy érzi, hogy amit ezzel kifejez. Ez marha érdekes, hogy, hogy ez csak figyelemfelkeltése, vagy pedig valami olyan mély, széles akarat, ami, ami csak így mutatható Te meg. Te mit gondolsz erről a hörgésről? Én... Tehát nekem azt hagyjál, hogy úgy gondol saját magáról, ahogy a hörög. De mi rám milyen hatással van ez? Hát rám olyan hatással van, hogy figyelemfelkeltő. Tehát mindenféleképpen odafigyelek, hogy ez mi a jó édes ér hörög így. És hogyha meg el tudom fogadni azért, mert valami lesz belőle, akkor jó. De ha csak öncélúan hörög, és nem lesz belőle semmi, tehát sem zeneileg, sem szöveg, hát szövegben, hát igen, az a kevesen, nem áll mögötte valami, akkor nem fog tetszeni. De, de, de én elfogadom azt, hogy ez is kell, és hogy van, akinek ez tetszik. Én imádom, hogy ezt hát Egyébként is volt már olyan, amikor Eljutottál odáig, hogy nem csak uh, öncélúan hörög a csávó, hanem van mögött valami volt, volt ilyen? Volt, 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 és pontosan ez, ahol meghallgattam a riportot is utána, hogy mi az anyjáért. Tehát örök. kellett hozzá a riport? Hát kellett hozzá a riport, mert ezt meg kell érteni. Hát 65 éves vagyok, ne szórakozz, már. Hát én, én a is is meg kell érteni. egy másik korosztály vagyok, igen, aki, 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 ezt nem kellene, hogy értékelje. De hát közben ez is a része egy kultúrának, és, és valami miatt ennek ott kell lenni, és ott is van. Uh -huh. Uh -huh. Emlékszünk, hogy melyik zenekar volt ez esetleg. Én van nincs ne, ne, hogy... már, de hogy nem ah. tudom, nem emlékszem. Nem, nem tudok megjegyezni semmit. De egyébként az érdekes, hogy hogy nem, nem stílusok, meg nem, nem irányzatok, meg nem zenekarok, meg nem ilyenek számok. Én uh -huh. számmal tudok úgy találkozni, hogyha találkozom egy olyan számmal, amit tetszik. 5000-szer hallgatom meg, 5000, ami bel belém bele ég, Igen. szóval egészen Igen. addig, amíg meg nem fejtem, hogy mi, és akkor utána lerakom, utána nem, nem törődök vele, és aztán utána egyszer csak megint előjön, de akkor már egészen mást jelent. Elég, ha megnézzük a mostani beszélgetést, egy, egy pár stílust azért nem? Igen. Tehát ugye a klasszikusoktól a death metal, azért a death megemlítésére nem számítottam, meg, mondom őszintén, de örülök neki. Örülök neki. Én is. Örülök neki. Ha ha Györgyének nem így alakul az élete és a betegsége, akkor a is együtt van? Az természetes. Tehát Györgyi most is itt van, tehát itt van velünk, ez teljesen természetes. Hogy ne? Hát mi, mi, mint hogyha ikertestvérek lettünk volna. Tehát mi, a, amikor már nem szerepeltünk annyit, akkor is nem volt olyan nap, hogy ne lettünk volna együtt, és hogy ne csináltunk volna valamit együtt. Ez, ez már másabb és több volt, mint zenekar, mint apa, és hát apadödő volt, ami elég sok mindent akart. Úgyhogy ez teljesen természetes. Ha a most itt lenne, akkor biztos, hogy iszonyatosan nagy pofájú, nagyon genyás. Hát, amit az előbb mondtam, szöveg Érnánk, és nagyon tagozódnánk valahova, és nagyon, nagyon igyekeznénk nem betagazódni valahova, hanem igyekeznénk mindenféleképpen megtartani azt a jól azt a ellenzéki, tehát érzgyúl okos gondolkodó ö, attitűdöt, amivel minden ellen lehet mondani valamit. Tehát, hogy a, ezt a. A józan paraszti észt, amivel az ember a saját, ö, saját dolgait elhelyezi valahova, és ö, úgy próbál ö, okosan létezni a világban. De. És nem feltétlenül a politikára gondolok, hanem minden egyéb másra. Jó ez a mindennel szembenállás. Ez Ez szerintem Marha fontos. Marha fontos, mert egyrészt fiatalon tart, ö, mozgásban tart, ö, figyelemben tart, és abban tart, hogy neked is csinálni kell valamit. Tehát nem valahova le tudja adni, aztán ott lenni. Tehát igen, most nem gondoltad volna, hogy a párválasztásról beszélünk, de ha már itt vagyok, akkor ez erről is kell. Az az csak egy kiinduló pont. Tehát, hogy azért marha nehéz például így a párválasztás az én és az én lényemnek, mert a hozzám korban és minden tekintetben illő fiúk, legnagyobb számra, mindjárt kezdődik a meccs, otthon ülnek, nézik a meccset, iszek a sört, és ki nem mozdulnak. Nagyon érdekes egy. én imádom a déli népeket. ez nem csak a korhüggő Imádom <laughs> a déli népeket, szeretek délre utazni, most emlékeztem, voltam például Törökországban, és ott tök jó volt, hogy a, a, az a korosztályú férfi, akik nálunk nincsenek jelen, kinülnek, ülnek, kávéznek a teraszon, szóval hogy, hogy vannak, jelen vannak és, és uh -huh. élnek. Uh -huh. Fura? Igen. Na de figyelj, hogy a párválasztásról vissza, hogy, hogy vissza, fogok csatolni. Igen. Mit gondolsz a török zenéről? A török zenéről. <laughs> 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 hát. Ö... <laughs> Nem tudom, amennyire nem az a népzenei ö, alap, mert... A, hát ott az alap, igen, alapból van, nem Igen, szinte igen a de hogyha, az... igen, igen, de hogyha nem annyira nagyon ilyen népzenei, ilyen nagyon, nagyon szélsőséges népzenei, akkor szerintem izgalmas. Mindenféle zenék izgalmasak. Nagyon sok helyen jártam már és Kezdve a, a Vietnán, tehát az ázsiai zenétől kezdve ezek mind, mind izgalmas dolgok, amikor ott vagy a helyszínen. De ez ugyanolyan dolog a török zene, az ázsiai zene és mindenféle ilyen kinti dolog, amit nem lehet hazahozni. Tehát nagyon-nagyon nehéz, nehéz beépíteni, mert egész más kultúrkörben vagyunk. Ez ugyanolyan, amikor kimész valahova, és megpróbálod hazahozni az ízeket, megvásárolod a fűszereket a piacon. Annyi fűszerem van otthon, mint a franca, a leglehetetlenebb országokból mindig az: ú, ez definom volt, mi van ebbe, ez és ez és ez, és akkor megveszem, és hazahoz, soha többet nem használom, mert nem vagyok ott. A világ legfinomabb kávéját Vietnámban ittam például egy valami vasútállomásnak a restiét, egy kis volt, és ott ültünk előtte két ilyen kis céken, fogtuk a kávét, mert azt valahogy hidegen kezdik el főzni, és ilyen speciálisan így folyatják valami, mindegy. Vettem olyan kis edényt, amivel folyatni kell. Vettem olyan kávét, amivel folyatni kell. Megnéztem, hogy hogy kell csinálni. Levideóztam. Eljöttem, megcsináltam. Nem volt jó. És nem csak azért, mert a helyi élmény nem volt mögötte, hanem mert egyszerűen valami miatt az más. Tehát szerintem a zenét se lehet így áttranszponálni ide. Lehet elemeket. Például itt van az Ariak, aki abszolút használja ezeket a fajta abszolút. nagyon érdekes elemeket, és ezzel, ezzel izgalmasabbá és, és sokrétűbbé, sok teszi a zenét, de, de úgy az egészet, hogy nekem most erről ez a vélemény, ez a véleményem, hogy lehet belőle elemeket használni, de az egészet így, hogy most én itthon mától kezdve török zenét hallgatok, abban nem vagyok biztos. Szerinted az a hiteles, ő most előadó? Ő ugyanúgy hiteles, mint ahogy mi azok voltunk. Ő ezt szereti csinálni, marhára élvezi, látszik rajta, különben nem tudná így csinálni. Az, hogy ez ennyire bejött, és hogy egy ilyen elképesztő stáb mögé állt, és olyan dolgokat csinálnak mögötte, mellette vele neki, amit most a mostani kor diktál és megengedés tud, az szerintem egy szenzációs dolog, hihetetlen nagy seft, de hát most már nem arról szól feltétlenül a popzene, amiről régen szólt, hogy meghallgathat, hogy Demi Rózsi énekli a nem tudom milyen dalt, és zakoktál órákon keresztül, mert jaj, de szép. Szóval lehet most is zokogni, meg megérintenek az érzelmek, de emellé most már párosult egy olyan hihetetlen üzletág, és egy olyan döbbenetes kulturális, nem feltétlenül háttér, de hát akár látványban, akár bármiben, ami, ami mindenféleképpen hozzátesz és megemeli ezt a dolgot. Igen, de szerintem benne van egy ilyen hitelesség, vagy őszintesség, vagy annak tűnő valami, ezért tud akkor átmenni. Persze, per. ha nem lenne az, akkor nem tudná akkor átmenni, elröködhetem, mint a csoda. Ő egyértelmű. az egésznek az alapja az elvitathatatlan, az ő valamilyen nagyon jósága. Na én vele voltam úgy, ahogy te is említettél valakit, hogy nagyon tetszik, és akkor ötször meghallgattad. Tehát, hogy ja. én, sem csalálkoz... én magam csodálkoztam azon, hogy milyen sokszor meghallgattam az, az számot. Pedig Igen. Hát... Igen. Na, hát e, szerintem nagyon jót beszélgetünk, és Jó, köszönöm egy szépen. Hát az idő? Hát figyelj, 55 percet domálunk. Yeah. Abszolút, abszolút. És ezzel a mindennel, mindennel szemben való szembeállás mégiscsak oda vezetett, hogy a padodő az egy lázadó zenekar is. Hát persze. Szinten, ugye? Abszolút, abszolút. mi annak tekintettük magunkat mindig, és sajnálom, hogy most nem tudunk lázadni, mert azért most van mi ellen. Vagy miért, vagy kinek? E, ez, vagy ez így van. Ez, absz abszolút. Így De van. hát ez mindig is így lesz. Tehát Igen. hogy... És, és valahol, mert én most egyébként beszélünk egy pillanatra erről, nem tudom, hogy mennyire lehet, az ilyen mindenféle központosítási és mindenféle törekvések, amik a kultúrát bármilyen szinten próbálják terelni, akármilyen irányban, azok soha nem lesznek jók, hiszen a kultúrának, a zenének, főleg a popzenének, egy fiatal, egy friss műfaj. De nem csak a popzenének, bármilyen zenének mindig az a feladata, hogy előre menjen, és az előremenés, menés az soha nem megy úgy, hogy a koloncokat visszük a nyakunkon. Ott mindig valahol elől kell menni, ott mindig győzni kell, ott vezetni kell, mindig a vezérűrűnek kell lenni. Hát egyrészt magam az alkotás nem nagyon tű tűri azt, hogyha a szabad szellemet nyírbálják. Tehát úgy általában, és ez most... Legyen ez most a pont, igen. Tehát hogy ez, ez, ez így van, és azt gondolom. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszélgettünk 56 percet. Yeah. A hallgatóktól is búcsúzom, hogy ha a teljes podcastet és egyéb érdekességet akartok megnézni, akkor látogassatok el az Enyhe, enyhe is YouTube csatornájára, illetve a www.enyhekatarzis.hu weboldalra. Szerusztok! Sziasztok! Ez komoly volt! Szatmári Robert műsorát hallottátok. Enyhe Katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.